Bob Roberts című filmről beszélünk, ami egy politikai szatíra, de közben egy média hack, egyszerre áll dokumentumfilm, ami egy ilyen közben meg hát egy ilyen elég nyilvánvaló ilyen demokrata identitás megvallás is kiolvasható belőle. Minden esetre az én számomra egy ilyen nagyon sok szempontból ilyen identitásformáló élmény volt ezt megnézni. És olyan látnoki erejű az a jóslat, amit erről a republikánus eljövetelről, erről a Bibliának és a tőzsdeindexnek, erről a nagyon-nagyon közeli, nagyon-nagyon egymásba fonódó viszonyáról, meg erről a trollkurzusról így megfogalmaz. Úristen, hány évvel, nem tudom, 20 évvel későbbi politikus karaktert vizionál és jósol meg, és az én számomra az ilyen, amikor én ezt a 92-es filmet, ez 92-es, az első öbölháború idején zajlik, láttam, akkor ez nekem olyan élmény volt, hogy így, úristen, mint egy ilyen atomvillanás. Tehát, hogy nagyon-nagyon erősnek tartom, ilyen nagyon sok szempontból. És így kb. Így le is írja, meg is mutatja, hogy így merre tart a politika, és merre tart a politikus, és ez a politikus személy, ez a persona ennek a kiürüléséről, meg ennek a marketing személynek, aki átveszi a helyét ennek a sötét eljöveteléről, egy ilyen szédítően erős vízió az én számomra. Tehát, hogy én imádom ezt a filmet, és azért is javasoltam, hogy beszéljünk erről, mert ez senki nem ismeri. Tehát a világon senki nem ismeri. Miközben hát így az Alan Rickman, meg a Tim Robbins, hogy ez a Tim Robbinsnak a saját sztoria, a David Robbins-szal közösen, a zeneszerzővel írták közösen, a testvérével a dalszövegeket. Tartozhatna hozzá egy komplett tracklist is, tehát egy lehetne filmzene, de ennek a filmnek nincsen filmzenéje, pont azért, mert a Tim Robbinsnak eszébe nem volt ezeket a dalokat lemezen kiadni, mert hát ez a film szándékaival, meg a Tim Robbins szándékaival hát ellentétes lenne. De az én számomra ez olyan, hogy így nekem ez ilyen ihletett, és ilyen nagyon sok szempontból. Az, ahogyan 68 szelleme ki van fordítva benne. Ahogyan az egész karakter és az egész karrier a Bob Dylannek egy ilyen sötét parafrázisa, egy ilyen gonosz parafrázisa. Egész 68-ra adott választ. Az, amit ma kultúrharcnak hívunk, az ott van benne csírájában, és nagyon-nagyon erősen előadva. Szóval, hogy nekem ilyen nagyon sok szempontból, annak ellenére, hogy hát így végtelenül elfogult a demokrata irányba ez a sztori, de én azt gondolom, hogy ez az amerikai, tehát végtére is ez 68 szelleme. Tehát ez 68 szelleme. És itt 68 szelleme azt látta és azt tapasztalta, hogy a saját szellemét kifordítják, és vele szembeállítják. És ez egy olyan nagyon korán, mondom 92-ben, egy olyan állítás, aminek akkor látni a jeleit, szóval, hogy ez a látnoki erő az én számomra. Úgyhogy én nekem ez ilyen nagyon kedvenc filmem. Tényleg. És ez a film akkor működik jól, tehát 92-ben, amikor 2-3-4 évvel megelőzi azokat a tendenciákat, amiket megjósol, mert én ezt most 3 hete láttam, és nagyon sok minden, amit láttam, az igazából nem volt annyira újszerű, de nem volt ütős élmény, és itt vagyunk Petivel, akik mi fiatalok vagyunk annyira, hogy mi kisgyerekek voltunk, amikor ezt bemutatták, tehát mi ezt nyilván nem is láttuk, meg nem azt a generációs élményt adja nekünk ezzel együtt. Én nekem egy olyan szempont volt nagyon érdekes, amellett, hogy nyilván persze propagandafilm, dokumentumfilm, persze ez is egyfajta oldalválasztás, amikor Jack Black és a társai szerepelnek, ugye ez mind egy politikai üzenet is, de ez a múlt héten átbeszélt alelnökkel szemben inkább volt humoros, és ezáltal megbocsátható karikatúra, meg azzal együtt, hogy szándékosan karikírozott volt,
egy kitalált szeméről szólt, nem úgy, mint a Dick Cheney film, ami nem kitalált szemét karikírozott. Tehát, hogy emiatt sokkal hitelesebb, szerethetőbb volt. De ami nagyon furcsa volt nekem, vagy ami nekem így eszembe jutott úgy, hogy valójában ez a film nem erről szólt, és talán nektek ilyen is nem is tudott eszetekben. Nekem az egyik, ugye az egész történet arról szól, hogy van ez a Bob Roberts, aki egy country énekes, és így bekerül a politikai szférába, igazából ugye csalásokkal, még arra is utalnak, hogy drogügyletekkel pénzt szerez, és bekerül, és szeretne egy politikai helyet, azt szerintem kongresszusi képviselőjét. Szenátor választás. Igen, és felhasználja ezt a népszerűségét, de az egész egyfajta kreált média személyiség, és aztán a point persze nem lelőve, ez a történet megy végig. És én azon gondolkodtam, hogy ez a fajta a kulturális térből a politikába betörő személy azért ugye itt is ül most a körünkben. Most nem hozzá akarlak hasonlítani, de mennyire jól látta azt, aminek az eredménye ma látszik. Az előző héten is beszélt, ahogy eljutottunk Trumpig az amerikai elnökök sorában, igen, hogy szükség van arra, hogy egyfajta celeb világ, egy celebritás jelenik meg a politikai kultúrában, ahogy itthon akár a kétfarkú kutyapárt is képviseli ezt a fajta politikán kívüli politikusságot, az új vért, ami nem tudott bejönni új pártok által, tehát a új párt alapításával, a korábbi párt lózungoknak a felfrissítésével nem lehetett igazából fiatalosítani a politikát, nem jöttek létre azok a vonzó, fiatalok számára vonzó politikai aktorok, meg pártcsaládok, amelyekről azt mondták volna a fiatalok, hogy ne ezt tetszik. Bob Roberts egy ilyen kategória, aki igazából menő. Tehát most nyilván ismerve a stikrieit, máshogy láthatjuk, de egyébként menő, szórakoztató, nagy bulit csinál, ilyen egy Trump, és ez nem biztos, hogy csak negatív módon jelenhet meg, hogyha valaki ilyen, és a politikai térben, mint szórakoztató aktor jelenik meg. És nekem ezt tetszett nagyon benne. Lázadjunk fel a liberálisok ellen, a liberalizmus ellen való lázadás, miközben maga lázadás fogalmaz kvázi 68-al, meg a 70-es évek punk mozgalmaival tetőzött. Tehát, hogy lázadjunk fel a liberalizmus ellen. Mi más az, amit ma Orbán Viktor, Putyin, Duterte, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Erdogan mind képviselnek és hordoznak. Hát ez a lázadás. A lázadás gesztusaival az alávetettség és a szolgaság meg a hierarchia tartalmával. Én igazából csatlakozom az Olihoz, mert hogy én is néhány hete láttam a filmet, és legfeljebb elképzelni tudom azt, hogy azt az érzést, hogy ez mennyire profétikus ez a film. Mert hogy ez a jelen. Ez abszolút a jelen. És hogy az a helyzet, hogy valaki a népszerűségét használja fel egyfajta belépő kártyának a politikába, az talán akkoriban egy nagyon furcsa helyzet lehetett, bár azt gondolom, hogy ez sem igaz, hiszen azért Ronald Reagan, tehát azért itt volt ennek azért előjele. Tehát ne tegyünk úgy, mintha nem lettek volna celebritások, akikből politikusok lettek. De egyébként ez rossz? Én nem gondolom, hogy rossz, csak az valós, hogy ma ez talán inkább trendszerű. Mondjuk a Trump helyzet, azt leginkább erre vezetjük vissza, meg általában tartalmába, a politika tartalmába nyilván nagyon-nagyon-nagyon visszaköszön a mai republikánus politika a filmben. Nagyon jó lett volna, hogyha nem 4 éves vagyok, azt hiszem, amikor a film kijött, mert akkor lehet, hogy akkoriban jobban értékeltem volna. Nekem egy szempont van az, ami talán ilyen izgalmassá, vagy többlet izgalmat adott a filmhez, az a szempont, hogy miből is készül. Tehát, hogy milyen szemszögből látjuk az egész filmet. Ugye ez egy áldokumentumfilm. És mint áldokumentumfilm, ezért
a néző bele van kényszerítve egy szempontba. Tehát nem tudjuk, hogy mi a valóság. Nem tudjuk, hogy volt-e tőzsdei csalás. Nem tudjuk azt, hogy a gyilkosság az pontosan hogy történt. Nem, gyilkossági kísérlet, bocsánat, hogy történt. Nem tudjuk, hogy valóban miből lett gazdag Bob Roberts. Azt tudjuk, hogy újságíró dolgozik, azt tudjuk, hogy az újságíróval szemben van egy lejáratási kísérlet, de alapvetően szándékosan egy szempontból van bemutatva a film, ami egyébként emiatt izgalmas, mert nyilván a néző számára megadja azt a lehetőséget, vagy kényelmet, luxust, hogy gondolkodjon rajta, hogy mi lehet a valóság, vagy mi lehet a háttér, vagy mi lehet az a helyzet, ami nem egy ennyire szubjektív bemutatása a filmnek, de talán ez ad szerintem egy ilyen többlet nézőpontot, vagy izgalmat a filmhez még. Az az én megfigyelésem, hogy mindig a republikánusok, hagyományosan a republikánusok képviselték Amerikában a nagy multinacionális érdekeket. Tehát, hogy tudjuk, és nem csak Amerikában, tudjuk, hogy a Thatcher meg a Reagan, ők voltak azok, akik leépítették az állami ellenőrzés meg kontrollt a piaci folyamatok fölött. Tulajdonképpen Wall Streetnek a kiáró, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy felszámoló biztosok voltak. A népszuverenitás felszámoló biztosai, az állam önrendelkezésének a felszámoló biztosai. És aztán jöttek a demokraták, és versenyre keltek velük. Jött Clinton, jött Blair, jött Schröder. És ezek baloldaliak. Tehát ez a baloldal válasza volt Reaganre és Thatcherre. És azt mondták, hogy majd mi jobban képviseljük a Wall Streetet, mint ti. És most eljutottunk oda, hogy egy Donald Trump, aki milliárdos, és a piacon lett milliárdos, republikánus színekben azzal nyer választást, hogy ő kisöpri a lobbistákat Washingtonból. Ő. Kisöpri a lobbistákat Washingtonból, ő a republikánus párt. Így a republikánus párttal a háta mögött. És a Clintonék azok, akik így védelmezik a Wall Street érdekeit. Tehát, hogy most már itt tartunk. És hogy valójában itt, ebben a történetben már ezt látjuk, hogy Bob Roberts valójában Wall Streetnek az érdekeit hordozza és juttatja hatalomra minden módon, ahol és amilyen módon tudja. Az üzlettel összefonódó politikát és az üzlet által tulajdonképpen egy gyurcsány, aki gyanús módon jutott hatalomra, jutott vagyonhoz, milliárdokhoz, majd ezt politikai befolyásra váltotta, és rátelepedett a politikára, meg az államra, meg a hatalom, közhatalomra. És hogy valójában ő a lázadás gesztusaival, azzal, hogy ő a rebellis, ő a lázadó, aki eljött a lázadó konzervatív, ezekkel a gesztusokkal juttatja hatalomra a Wall Streetet. Tehát ami teljesen abszurd, hát valójában a Wall Street elleni lázadás a lázadás, az ellenforradalmat forradalmi gesztusokkal előadni. És azért van itt még egy fontos szempont, ami még szerintem itt megjelenik. Ugye persze a Wall Street elleni lázadás úgy, hogy abból gazdagodik meg, de a kisember, a kisembereknek a képviselete, ugye? Tehát, hogy ez folyamatos, nagyon, nyilván a country zenének a jellegzetesség is nyilvánvalóan ez segíti, de hogy az, hogy a kisembereket, az átlag embereket kívánja képviselni, ez egy nagyon egyértelmű pozícionálás, és szerintem még ez is egy komoly összecsengő helyzet. Hát nekem annyiban szerencsés, hogy én régen is láttam a filmet, meg most is, és számomra az volt az érdekes, így megnézve 15 vagy 20 év után, hogy számomra már egyáltalán nem működött, mint szatíra. Tehát ami 92-ben még az ördögöt festette le, azok az ecsetvonások, azok ma már olyan szinten közhelyesek, olyan szinten része a mindennapi politikának, a mindennapi marketingnek, hogy számomra nehezen komolyan vehető. Egyébként szerintem még a maga korában se volt különösebben profitikus ez a film, mert a konzervatív forradalom, hát az maga Ronald Reagan volt.
az volt a konzervatív, amit te mondtál, Beti, hogy, hogy a Ronald Reagannel, Hollywooddal együtt nyomultak be a republikánusok a politikába, és divattá tették, tehát hogy az egyetemeken divat lett, hogy, hogy a srácok felvették a nyakkendőt, és úgy jártak egyetemre. És ez már a lázadásnak a gesztusa volt. Tehát, tehát egy létező dologra reflektál a Tim Robbins, és én miután nem volt meg ez az élményem, egy más szemszögből kezdtem nézni a filmet, úgy néztem, mintha ez nem szatíra lenne, hanem egy, de, egy rendes film, és igazából így szerintem a film így működik. Tehát, hogy miről szól ez a történet, ez egy, egy Krisztus történet, ahol megjelenik a fiatal, népből jövő, végtelenül alázatos, zseniális, tehetséges művész ember, aki egy ponton úgy dönt, hogy, hogy szembeszáll az országot, a társadalmat, a krisztusi, a keresztény értékeket eláruló világrenddel, és a tehetségét, meg, meg a karizmáját ennek a szolgálatába állítja, amire nyilván a demokrata világ, a régi világrend, a régi washingtoni mocsár, az a lehető legnagyobb agresszivitással válaszol, támadják, mindenfajta mocskos üzlet, és ezt jól mondta Peti, hogy akkor, amikor néztük ezt a filmet, 92-ben, akkor még egy tök egyértelmű dolog volt, hogy ez a Tim Robbins, ez egy kamucsávó, akinek egy csomó gyanús ügye van, és ő az, aki a csajjal lejáratja a másik szenátort, a mai világban viszont... szenátort. Igen, a mai világban viszont, ahol meg a világszellem így arról szól, hogy minden hírt kérdőjelezzünk meg, minden igazságot vizsgáljuk meg más szemszögből, hát, hogy mondjam, miért vitte haza a 16 éves unokahúgát? Egy elfoglalt szenátor mit keres a 16 éves csaj körül? Talán nem látta, hogy ez egy csinos nő? Talán nem látta? Ja, hogy ő ennyire aszexuális, hogy ő nem, egyáltalán nem látta, hogy ez egy helyes csinos nő. Tehát ha nem is történt semmi, akkor is látjuk azt a vén nyálcsorgató kecskét, aki fuvarozza a 16 éves barátnőjét az unokahúgának. És a Tim Robbins kapcsán is, vagy a Bob Roberts kapcsán is, hát honnét tudjuk, hogy igaz? Honnét tudjuk, hogy, hogy valóban megtörtént, amivel az a kétes egzisztenciájú, láthatóan kissé félőrült, bevándorló hátterű ember gyanúsítgatja. Tehát szerintem simán lehet egy olyan értelmezés, aminek a vége ugye abban való feloldódás, hogy nem csak az, hogy nyer a Bob Roberts, nem csak, hogy nyer, és egyébként azon is gondolkodtam, hogy New Yorkba, tehát hogyha ez az New Yorkba történik a merénylet ellene, ha ők tényleg merényletet akarnak elkövetni, önmerényletet, ezt miért pont New Yorkba csinálják? Miért idegen helyen? Miért egy olyan városban, ami demokrata főhadiszállás? Miért olyan helyen, ahol 1000 kamera van? Miért ott csinálták? Tehát, hogy biztos az, hogy annak az embernek rossz volt a keze? Biztos, hogy nem tudta meghúzni azt a pisztolyra vaszt? Biztos, hogy az az ember hazudik, aki a Bob Roberts gerincét szakérti, és nem az, aki a szakértő volt, és megmondja, hogy az a kézorsz? Tehát, hogy ezek mind kérdések, és szerintem ilyen szempontból meg kifejezetten szép a filmnek a vége. Ugye Bob Roberts gitározik, és megmozdul a lába. És ezt ugye érthetjük úgy is, tehát van az az értelmezés, hogy Bob Roberts egy ilyen hazug mocsok, és önmerénylet volt az egész, és 5 évre tolókocsiba rakatta magát csak azért, hogy nyerjen. És hogy aztán csodás akaraterőről tanúságot téve kiszálljon a tolószékből, és mindenki azt érez, hogy ez az ember bármire képes. Rábízhatjuk Amerikát. Ja. De gondolhatjuk azt is, hogy a zenének gyógyító erő. A zenének a gyógyító ereje, hogy miközben kalimpál, megmozdul a lába önkéntelenül, és valahol ebbe is iszonyú szépség van. Tehát, hogy mondjam, én ebben inkább hiszek. Ezt 92-ben leforgatták a demokraták kvázi, mint egy propagandafilmet, és érezzük azt, hogy ebben a filmben még az elsőből háború a vétket vétke. A szörnyű gátlástalanság. Tehát, hogy ugye még sehol nem volt a kis Bush, meg a 9-11. Ja, és nem voltak gazdasági okai az elsőből háborúnak. És
meg kellett védeni Kuvait szuverenitását, az egyesül, itt tényleg egy népet, ezt a kuvaiti népet, akiért mindig is köztudottan úgy aggódtunk. Igen, ez egy emberi jogi ez egy jogos háború volt, Kuvaitért, a kuvaiti emberekért, tudod, akiket megszálltak. A gonosz tengelye megszállta őket. Hagyjuk már, az is egy rablóháború volt. Jó, százszori etikusabb volt, mint a második. De hagyjuk már, az is a kifejezetten a fegyverlobbi és az olajlobbi háborúja volt. Mindenki tudta, ne játsszuk a hülyét. Minden háború a fegyverben, az olajlobbi háborúja. Tehát most jó, ez az előző filmjel azt megbeszéltük. De akkor a második világháborúnak a nyugati frontja is az. Az volt. Gondolod, hogy a fegyverlobbi az nem, az azért lobbizott a Fehérházba, hogy na, mi ebben elvatkozzunk bele a második világháború, nekünk el semmi közünk, külön kérjük az elnök urat, hogy tiltsa meg a különböző hadiszereknek. Tehát azt mondod, hogy ez egy rablóháború volt valójában. Nem mondom, én azt mondom, hogy egy háborút egy birodalom akkor indít, hogyha vannak racionális érdekei is ott. És valaha elvjókai soha nem volt elvjóka. A kalandozások nem elvek mentén mentek. Egész egyszerűen épült egy birodalom a Kárpát-medencébe, és kijelölte a maga a térségbeli fontosságát, meg pontosan megvoltak, hogy kikkel, hogyan alkudoztak, kit segítenek trónra, vagy kit buktatnak meg, tehát egész egyszerűen... Igazad van, valaha, tudod, igazad van. Arról van szó, hogy mindig kellenek a gazdasági érdekek egy háborúhoz, csak az a kérdés, hogy mikor jutnak túlsúlyra a gazdasági érdekek a politikai érdekekkel, vagy az ideológiai, vagy a szellemi, vagy a hatalmi és egyéb százféle érdekkel. Tudod, amikor ez a gazdasági érdek ez már ott tart, hogy már tulajdonképpen cégek indítanak háborúkat, és erre használják fel a hadsereget, meg a befizetett adót, meg a népszuverenitást, az már azért egy másik kategória. De azon is fel fogsz ezzel háborúdni, de az elmúlt 100 évben egyáltalán megjelentek ezek a gondok. Tehát, hogy az elmúlt 100 évben jelent meg egyáltalán azt, hogy ezt ilyen etikai szempontból vizsgálják. A régen multinacionális cégek csinálták például a angol-kelet-indiai társaság, a holland-kelet-indiai társaság, azok multinacionális cégek voltak, akik valóban háborúkat vívtak állami eszközökkel, állami támogatással, és ők hozták meg a döntéseket. Tehát, hogy mondjam, hogy amiről te az, hogy mit tudom én, a tatárok elindultak keletre, ott nem volt semmi ideológia, nem volt jóság, hogy most na, hogy oda megyünk, felszabadítjuk a szegényet. Ez, hogy egyáltalán ez felmerül, ez az elmúlt 100-150 évnek a találmánya. Elindultak, mert csajokat akartak, földet akartak, pénzt akartak, és ennél többre nem is volt szükségük a háborúhoz. A modern embernek, embernek az attitűdje az, hogy vizsgálja azt, hogy ennél több a létezés, mint... Ez nem igaz. A keresztes háborúkhoz is kellett az ideológia. Nem igaz, hogy elég volt az, hogy ez a szintiszta marxista megközelítés, amit tolsz, hogy így túl sok gyerek született, ezek a gyerekek nem tudtak elhelyezkedni, nem kaptak asszonyt, tehát hódítani kellett, meg kellett hódítani ezt és ezt a területet, ehhez itt aranyat kellett zsákmányolni, földet lehetett szerezni, kitüntethették magukat, asszonyt rabolhattak maguknak, és akkor ezzel magyarázzuk a történelmet. Nem igaz, szellemi okai is vannak, és a történelmnek igenis van ideológiai faktora és forrása. Igen, de mondjuk az Andrásnak abban igaza van, hogy az valóban az elmúlt 100-150 évnek a termék, hogy univerzálisan gondolunk az emberre, mint olyanra, és az emberi jogokra, mint olyanokra, és azok ilyen alapvető dolgok, amik miatt mondjuk a háborúnak lesznek szabályai. Ezt megelőzően ilyenek nem voltak. Ja, hát, és most ezek a keresztes háborúk, hát ezek kőkemény gazdasági vállalkozás volt, szinte az összes. És emellett meg a királyoknak, meg kifejezetten egy erős legitimációs pont volt. De azért örüljünk, mert ha nem lettek volna, akkor nem most lennének problémáink, vagy a politikai iszlámot nem most kezdenénk megismerni. Hát igen, meg valójában önvédelem is volt. Volt egy önvédelmi aspektus. Volt, meg ideológiai, most ebben igaza van a Robinak, hogy mondjuk a kereszténység, de hát most ilyen alapon tudod, mindennek van, tehát hogy az emberek most nyilván én nagyon leegyszerűsítettem, hogy elmennek és rabolnak és nőt akarnak. Nyilván ott is megvolt az, hogy mi a mongol törzsnek kell uralni a világot, mert ez egy kiválasztott, csodálatos törzs, amilyet még nem hordott a föld a hátán, és Batukánnak egészen, mit tudom én, a nagyanyja a napisten. Tehát, hogy nyilván, hogy ilyen típusú a
kereszténység nyilván ettől ezerszer szofisztikáltabb valami, ez létezett, de ez a fajta gondolkodás, ami elvárja a háborútól az erkölcsiséget, tehát hogy ez szerintem vagy olyan volt, mint a kereszténység esetében, amikor fel sem merült, hogy ne lenne erkölcstelen egy pogánynak a kinyírása, vagy egy pogány országnak a megkódítása, vagy fel sem merült, hogy nekem, mint mongol törzsfőnöknek jogom van, mit tudom én, az orosz vagy a magyar asszonyokra, juhokra, várakra, földekre. Így gondolom. Lehet, hogy nincs igaza. Kicsit távol kanyarodtunk a filmtől. Na mindegy, tehát hogy csak annyit akartam mondani, hogy ez a Bob Roberts, hogy ez egy demokrata propaganda film volt 92-ben, és ma szerintem tök jól elmenne 2019-ben egy republikánus propaganda filmnek. Nyilván nagyon leegyszerűsítő, nyilván nagyon primitív, de hát most őszintén például a szenátornak a figurája, aki 30 éve szenátor, 30 éve ül ott benn, és panaszkodik nekünk, tévénézőknek, hogy hát Amerikát azt valójában nem ő irányítja, nem ő a szenátor, hanem a nem tudom én milyen nemzetbiztonsági tanács, és előad egy elég zavaros összeesküvés elméletet, 30 éve szenátor, de a következő kérdésem az lett volna, hogy rendben van, de amikor ezt láttad, miért nem mondtál le? Miért nem ezzel kampányolsz? Hát és hogy mennyire nem tudott ez a karakter, nekem ő volt az egyik legérdekesebb, mit kezdeni azzal, hogy jön egy népszerű jelölt. Tehát nem illett bele a politikusok világába, hogy érkezik egy népszerű ember. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy a politikus az úgy van vele, hogy ugye nyilvánvalóan őket utálják, utálni kell. Itt kevésbé utálnak, az nyer. Az, hogy jön valaki, aki népszerű, kívül, ott egy osztatlan népszerűsége van olyan értelemben, hogy kb. Ott nincs tétje, hogy most egy népszerű country énekes vagy, ott nincs igazából olyan gyűlölet köröd, mint egy politikus esetén. Ott van, aki szeret, van, aki gyűlöl, megoszt. Country énekes igazából nem oszt meg, mert ilyen értelemben van, aki szereti, a többiek meg leszarják. Egy üzletember nem igazán oszt meg senkit, mert nem foglalkoznak vele. Akit nyilván átver, vagy valakivel konfliktusa van, az nem kedveli, de úgy igazából nincsen az a köre. A politikus meg abban a világban él, ahol teljesen természetes, de ugyanez egyébként a celebeknek a szerepe is, a mai értelemben a celebeknek, hogy van egy réteg, aki őket utálja. És ebbe a politikai buborékba érkezik meg ez a személy, és végig értetlenkedik, és nem is veszi komolyan, és szinte nem is tartja ugye vitapartnerének Bob Robertset, mert hát ő egy outsider. És ez is egyébként érdekes látni, mert ez viszont az elmúlt időszakban sok minden változott, de ez nem. Tehát az lehet, hogy megcserélődtek a szerepek, meg itt egy póluscsere volt, de a politikusok jelenleg is úgy vannak, hogy ők nem fognak leereszkedni arra a szintre. Jó, nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy most a Rogán Antal időben behívja a Blikket, meg ilyenek, de tényleg ők maximum, ez egy kirívó eset, hogy ilyen szinten tudja kezelni, vagy próbálja kezelni a bulvár médiát, de a bulvár médiából felé érkező aktorokat nem tudják semmi módon értelmezni. Igen, de ez azért van, mert amikor szerintem jön egy outsider a politika világába, belép a politika világába, akkor attól függetlenül, hogy az adott politikus vagy politikusok milyen pártokhoz tartoznak, összezárnak, mert van egy közös értékük. Az az, hogy az ő ismertségük és népszerűségük, az csak is a politikai teljesítményük által van kikövezve. A politikai teljesítményükből van egy népszerűség, van egy ismertség. Ők ennek köszönhetik. Persze a bulvár kiegészítő faktora ott van mindig, de alapvetően ez rájuk jellemző. Ők politikusok, ezért ismertek. Amikor jön valaki, akinek a népszerűsége vagy ismertsége nem a politikai teljesítményéből fakad, akkor természetes, hogy a rendszer azt mondja, hogy nem vagy közénk való. Miért is lenni? Miért is lenni? És szerintem itt jön az igazi nehézség, ami valójában minden olyan politikusnál felmerül, aki nem a politika világából lett népszerű, de belép a politika világába, hogy hogyan tudja az ő népszerűségét azt politikai népszerűségre átváltani. Mert hogy szerintem ez sem ekvivalens, és nem magától értetődő, hogy valaki a népszerűségét azt be tudja váltani. Miért is tudná? Miért gondoljuk azt? Cicsorinának annyira nem jött be, mondjuk. Parlamenti képviselő lett, nem egyszer. Hát mondjuk, igen, mondjuk szempont kérdése, igen.
Az nem kevés. Mondjuk igen, te az is több, mint amit tippeltünk, igen. Ja, abszolút, abszolút. Igen. Olasz radikális pártnak a képviselője volt. Egyébként. Mondjuk radikális, igen. Nekem még ami érdekes a filmben, ami egy örök vita, és ebben ilyen kemény állásfoglalás van, ugye az újságírónak a fókusz, vagy nem is a fókusz, hanem az újságíró, hogy honnét nézze a világot. Tehát, hogy egy értékalapú újságírás legyen, ami az objektivitásra törekszik, ami tájékoztatni akar, vagy egy olyan típusú újságírás, ami az igazságot keresi. És ilyen értelemben szerintem nagyon érdekes a film, ugye két mainstream újságírót mutat meg benne, és a Bob Roberts-el való viszonyát. Az egyik, az amikor bemegy a Bob Roberts a stúdióba, és utána egy kedélyes riportot készít vele, de azért előtte így baromira leszívja a csávót, így elmondja, hogy nem szeret, miközben, tehát hogy mondjam, bemegyek valaki... Még riportot, egy fai kártyát is elővesz, persze. Igen, előveszi a fai kártyát, borzalmasan leszívja, és nagyon ellenséges, de magában, amikor forog a kamera, akkor korrekt, és hozza az objektív korrekt újságírót, illetve a másik újságíró, aki meg miután alul marad a véleményével, és a rádió tulajdonosai úgy döntek, vagy a televízió tulajdonosai úgy döntenek, meg a főszerkesztője, hogy a Bob Roberts előadhatja a számot, amit szeretne, akkor erre úgy reagál, hogy a szólásszabadság legnagyobb diadalára, hogy fogja és tönkreteszi az adott adást, kihúzza az áramot, és egyébként ezt a harcot, ezt így a mai világban is minden nap látjuk. És minden nap látjuk az ilyen típusú válaszokat rá, és valahogy hogy az a fajta újságírói attitűd, amit egyébként a dokumentumfilmes képvisel, meg amit a félőrült képvisel, és igazából ez lenne a két legfontosabb újságírói szerep, és ezért van igazából szerintem a modern médiának értelme, amikor valaki próbál minden elfogultsága mellett azért tényeket felkutatni, tények mentén értelmes véleményeket elmondani, vagy a másik, aki tényleg annyira frusztrált, annyira dühös, és annyira bevonódott, hogy okay, ő tényleg az, de viszont tényleg utána megy nagyon keményen. Tényleg utána megy, tényleg kinyomozza azt, hogy mi történik a nem tudom én milyen takarékbankban, tehát hogy az energiái nem arra mennek el, mint ma, mit tudom én mondjuk, hogy a Szili Laci be van vonódva mondjuk a Puzsérba, mert látjuk, hogy be van, akkor ez nem azt jelenti, hogy Szili Laci elmegy és adatokat gyűjt meg tényeket, hanem Szili Laci várakozik, nézi a Puzsér Facebook oldalát, és hogyha talál egy félreérthető fél mondatot, akkor azt mondja, hogy megvan, itt van az újságírás, amire szerződtem, amit én akarok, és akkor széttépem, és fogom, kiemelem a kontextusából a fél mondatot, és ugyanazt körülbelül elmondom, csak a magam gunyoros stílusában, amit az első riporternő a Bob Robertsnek elmondott ugye a riporton kívül. És így nagyon érdekes, ahogy ez a dokumentarista, meg ahogy a tényfeltáró újságírás ugye tűnik el, és helyére, meg kizárólag ez a propagandista, úszító, megrendelésből dolgozó figurák vannak. Most Magyarországon így fel lehet, mit tudom én, most ugye az Ázsaninak volt ez a zuglói leleplező dolga, és előtte mikor? Volt 4-5 éve valami hasonló, tehát... Ez csodálatos is volt, és hozzá kell tennem, hogy az a parkoló maffiás 4-4-es anyagra konkrétan olyan emberek is adakoztak, akik finoman szólva is távol állnak a 4-4-4 szellemiségétől, sőt azt is mondanám, hogy még a Jobbiktól is jobbra vonódnak, és hallottam, vagy mondták, vagy olvastam róla, hogy itt össze tudtak zárni az emberek, és tudtak egy ilyen értéket létrehozni. Ugyanide említeném az Indexnek a Mi Vidékünk rovatát, ami visszahozta a klasszikus értékalapú újságírás, és olyan témákat mutat be, ami most nem éppen hír és aktualitás, de valamilyen értéket képvisel. Tehát ezeket jó látni, csak ezeket azért említjük meg, mint különlegességeket. A filmben az a furcsa, hogy ott azok, akik végül, tehát
a film szándéka szerint ugye Bob Roberts, az igazi republikánus ilyen őstulok, az a negatív szereplő, és azok, akik őt ilyen értelemben jogosan kritizálják, hogy az általán említett újságírók rendkívül antipatikusan vannak ábrázolva. Ez persze az ő dühük, egy szendő, egy jó szándékú düh, de én nem tudom azt mondani, hogy velük például azonosulni tudok. Ezért is érdekes a film, és ezért is mondom, hogy a hagyomány, bár nyilván propagandaalkotás, de eltér azoknak a hagyományos leegyszerűsítésétől, mert még az általa pozitívnak váltott szereplőkben is van kritika, és lehet az által is mondott módon egy kicsit a valóságra igazítani. Annyi különbséget tennék, hogy ma már szerintem nem azért van az újságírásnak ez a fajta irányultsága, vagy azt mondanám, hogy a tényektől való elrugaszkodása gyakran, mert van ilyen meg olyan újságírás, hanem szerintem ez is gazdasági szükségszerűség. Ugye az esetek nagy része, tehát az újságíró ugye vagy nagyon megfizetem, és akkor elvárhatom, hogy egy rendkívül tájékozott, művelt, tanult ember legyen, mert szerintem az újságíráshoz kell az egyik legnagyobb műveltség, hiszen nem csak, hogy a szavaival véleményt formál, hanem valóságokat hoz létre, hiszen egyesek abban a buborékban élnek, amit az újságíró létrehoz. De újságíron tudnia kell, hogy ki az a Kaddafi, amikor jön a hír, akkor neki utána kell olvasni, tájékozottnak kell lenni, és utána tud ő is elvileg híreket mondani. De most ez egy nagyon szűk pereme lehet a társadalomnak, vagy periféria, ahol ilyen nagyon értelmes valaki, és nagyon tanult és okos. Na most ezeket az embereket meg is kell fizetni, a hazai újságírókat meg azért annyira nem fizetik meg. Tehát finoman mondva, azért van itt egy jelentős higulás, és nem várhatjuk el, hogy mindegyikük ilyen legyen. A másik probléma pedig az, hogy az oknyomozás rendkívül drága, hogy mégiscsak politikai donációból érnek az újságok, hát próbáljuk azért egy kicsit visszafogni a költségeket. Mennyivel egyszerűbb kiírni a Velvetre, hogy ha Puzsérnak gyereke született, mert olvastuk a Blikben, és ez is egy nagy kattintás számot elérő anyag. A hirdetési szempontból itt megvan a 40-50 ezer oldalletörtés, mint hogy írjunk arról cikket, hogy éppen Szlovákiában valamelyik radikális politikus most hogy úszít a magyarok ellen. Hát azért ott most ki fog kattintani majd a szlovákiai magyarok? Hát azoknak hogy adunk el ugye autót itt a budapesti szalonunkban, ugye? Tehát az autóhirdetőnek az annyira nem érdemérdek, és az 5000 kattintás kap, abból, hogy 4000 véletlenül érkezett, tehát ott azért nem fogunk kiküldeni egy embert. Tehát nincs is arra igény, hogy igényesebb legyen. A harmadik pedig az ideológia. Tehát például pont a Szili Laci, aki egyébként kiváló tollú tehetséges újságíró, és csak egyszer álltunk perben, tehát még elfogódnak se nevezném magam, vagy például az Ács Dani, ő nekik az a belső meggyőződésük, ezt a Szili Laci egyébként elő is adta egy Media Hungary konferencián, hogy ugye ők a gonzó újságírás révén ők igazából nem a tényeket szeretnék megmutatni, hanem arra szeretnének rámutatni, hogy milyen hatások is vannak, milyen következtetések is vonhatók le azok alapján, amik történnek, és nekik ezért nem is kell kimozdulniuk ebből következően, feltétlenül a Margit körút irodából, hanem leírja azt, amit érez. Én azt gondolom, hogy ők a bloggerségnek egy... nem tudom, hogy fejlettebben, egy magasabb kategóriájú változatát, egy fizetett változatát viszik véghez, és el kell azt is ismernünk, hogy a mostani tartalomfogyasztási szokásoknak, most több mindenki szeretjük, vagy nem, a 444 az egyik legjobban megfelelő formája. Nagyon nagy cikk, általában a címben vagy ítélve, akkor sem nem csináltam meg feltétlenül, a cím egyértelmű kattintásvadász, és utána van 6-8 sor, amit ugye el tud olvasni az átlagos olvasó. Mi történt? Elindult az Index is erre az vonalra, már a mindeközben rovatja az gyakorlatilag egy blog, ahol konkrétan már beküldesz egy nem tudom, egy pesti cettit, lefotóztál valahol, már az kikerülhet az Index címoldalára, ami nonsense lett volna mondjuk 8 évvel ezelőtt, mert az egy színvonal volt, és mégis valószínűleg az egyik legolvasottabb területéről van szó. Én szerintem csak az történik, hogy az újságírók igenlő választ adtak arra, hogyan az emberek szeretnének tartalmat fogyasztani az interneten, és mi meg ilyen maradi emberek itt panaszkodunk, hogy miért a Puzsér Robert Facebook oldaláról ír az újságíró. Azért, mert valójában ez nem az az újságíró, aki tíz év újságírónak nevezte. Bocsi, de ez nem olyan, ennek semmi köze nincsen, és nem is értem, hogy érti a Szili a gonzó újságíráshoz. A gonzó újságírás az nem ez. Nem az, hogy nem a tényekről írunk, hanem olyan következtetéseket vonunk le, amiket ebből a látószögből
ebből a fénytörésből így tovább tudunk gondolni, és így le tudunk vonni. Nem ez a gonzó újságírás. A gonzó újságírás az egy ilyen pszichedelikus, vagy ilyen féláteresztő módon pszichedelikus újságírás. Ez semmi köze nincsen. Ez az újságírás, amiről a Szili beszél, ennek az a lényege, hogy bármikor hazudhatsz. Ugye? Hiszen te nem a tényekre szegődtél, hanem te az ebből szabadon levonható következtetésekre szegődtél, és lehetséges, hogy éppen konkrétan hazudtál ezzel kapcsolatban, de a következtetések, amiket a hazugságodból levontál, azok viszont helyesek, hiszen azok, és az a terméked, tehát tulajdonképpen bármit mondhatsz, bármit mond, bárhogy csúsztathatsz. Nem igaz, hogy csak ez az elfogultság van. Tehát én azt gondolom, hogy, és a Bob Robertsben sem. Bob Robertsben van egy harmadik újságíró attitűd is, ami megjelenik. Ez a Terry Manchester, aki a dokumentumfilmet készíti. Mert ez ugye egy dokumentumfilm, egy ilyen kétfenekű doboz. Van egy játékfilm, a Tim Robbinsnak a Bob Roberts című filmje, és azon belül meg van egy dokumentumfilm a Terry Manchesternek a Bob Robertsről szóló dokumentumfilmje. És ahogyan ő ezt a dokumentumfilmet leforgatja, szerintem az a pártatlan újságírás. Mindenkit meghallgat, mindenkire egyszerűen kíváncsi, és az igazság az, hogy ez a gonzó, ez egy ilyen, a Szilinek azt érzem, hogy ez egy ilyen takarózás. Egy takarózás. Semmi köze nincsen ennek a gonzóhoz. A gonzó az arról szól, hogy 68 itt behatol az újságírásba, de nem ideológiailag hatol be, hanem az életmódjával, meg a maga minőségével. Az igazság az, hogy a gonzó az tulajdonképpen a magyar narancs volt az, ami ezt így hozta, és aztán nagyon-nagyon hamar ezt a stílust, ami a magyar narancs, ami aztán átöröklődött az Indexbe, meg a 444-be, azt így nagy részt átvette a Kurucinfo. Ezt a stílust. Ezt a fajta viszonyulást. És ahogyan a gonzó újságírás nem bánt kesztyűs kézzel a jobb oldalt a bújval, ugye a Kurucinfo hát viszonozta ezt. Hogy így finoman fogalmazzak. Tehát az volt a válasz, hogy ha szabad a szex, meg szabad a drogozás, meg szabad a fesztiválozás, meg a kedved szerinti duhajkodás, hát akkor szabad a zsidózás, szabad a cigányozás, szabad a... És akkor az ugyanez a viszony hozzá. Hát az történt, hogy az eredeti kereteit, szabályrendszerét az újságírásnak zárójelbe tettük, és azt mondjuk, hogy most már ennél többet is lehet, mást is lehet, sokkal lehet, szabadabb lehet a stílus, és sokkal fontosabb az üzenet, mint mondjuk a tényeknek a sportújságíró szerinti leírás. Ennek a vége remélhetőleg azért nem az lesz, mint Hunter Thompsonnál, hogy az öngyilkosság, bár ugye neki is azért utána Johnny Depp az öntetett egy ágyút $3 millió, és a hangbait kilőtte. Tehát a gonzóságes atya így fejezte be ezt a földi pályafutását. Igen, de mivel hogy fegyvermániás volt, szerintem ennél szerintem persze, nem, nem, ez egy nagyon hogy szerintem azért, tehát azért nagyon nehéz ezt a magyar viszonyokra levetíteni, mert, és akkor most biztos egy ilyen nagyon népszerű, vagy éppen népszerűtlen álláspontot fogok hozni, hogy hát azt gondolom, hogy az újságíró szakmán belül az elmúlt 9 évben végbe ment folyamatok, azok ilyen hatás-ellenhatást gyakorolnak orgánumokra, szerkesztőségekre, újságírókra egyaránt. Mind stílusában, mind tartalom irányában, mind abban, hogy éppen milyen irányultságot képvisel az adott újság. És itt arra gondolok, hogy a Zoli, amikor az elején említetted, hogy hát azért kisköltségvetésű szerkesztőségek azok, akik leginkább az oknyomozást felvállalják ma, és az általában inkább közösségi finanszírozásban működik, azért szerintem néhány jó példát mondhatunk, tehát az átlátszó.hu vagy éppen a Direkt36-nak a munkája az azért szerintem elég kiváló és hiánypótló Magyarországon, de hogy és ezt most az általának a munkássága mellett szerintem érdemes is megemlíteni. De a hatás-ellenhatás, amire gondolok, az mégiscsak az, hogy itt azért az előző 9 évben arról szólt, hogy
hogy a, amit mi kormánypárti médiaként ismerünk, az egy piacképtelen média, aminek jól látjuk, hogy milyenek az eladás számai, milyenek a nézettség mutatói, milyenek a kattintás számai, és pontosan tudjuk, hogyha azoknak egyébként gazdasági alapon kellene megélniük, nem tudnának. Biztos nem tudnának ilyen számban, biztos nem tudna ennyi szerkesztőség megélni, biztos nem tudna ennyi tévé megélni, biztos nem tudna ennyi internetes portál, újság, stb. Megélni, mert egyszerűen nem gazdaságos. És ezt a helyzetet szerintem nem, egyszerűen nem vonatkoztathatjuk el attól, hogy milyen hatással van akár a világnézeti szempontból velük ellentétes oldal, nevezhetjük azt független vagy ellenzéki, tök mindegy, milyen újságírásra ennek a hatása. Nem vitatva, amit mondasz, szedjük hozzá, hogy ez a fajta, hogy donáció nélkül nem működik újság, ez nem a Fidesz kormány hibája, mint sok más dolog, amit rájuk lehet mondani, ez ugyanígy volt korábban is, ez a kis magyar piac következménye, ahol rendkívül sok újság, rendkívül sok megmondási vágya jelenik meg, és a Szerencsejáték ZRT állami cégként az mindig a kormányváltáskor elkezdett hirdetni a másik csapat újságaiban, és ezt teljesen normálisra lehetett figyelni, hogy a váltó gazdaság idején, vagy a kormányváltások idején mindig ide-oda szálltak az állami pénzek. Erre épült rá Magyarországon a médiaipar. Ennek a mostani eredetet nyilvánvalóan az utóbbi időben komoly változásokat láttunk, ez teljesen természetes, mert a pár hétre még van index, még nem is tetőzik be ez teljesen, de az maga, hogy nem tudja föntartani az újságokat a hirdetés, az nem egy új dolog, és ennek nem segít az, hogy az újságok ennek sokáig nem vettek tudomást, mert kényelmes volt politikai donációt elfogadni, és ugyanúgy donációt fogadott el egy Magyar Narancs, mint egy Index, mint egy, és mehetünk végig az egész csapaton, addig nem jutottak el, hogy teljesen természetes volt, hogy 4 évente cseréltük a pártokat, volt 4 szűk esztendő, 4 bő esztendő, ez megszűnt, és ez jót tesz bizonyos értelemben az újságoknak, olyan értelemben, hogy kénytelenek a piaci hirdetőktől és a állami donációtól elrugaszkodó megoldásban előfizetőket gyűjteni. Ez azért alakult ki ez a modell, ami nyugaton 10 évvel ezelőtt már megszületett a New York Times vagy a Forbes.com kapcsán, eljutni arra a pontra, hogy tartsák el az újságírókat egyfajta közösségi finanszírozásban az értelmiségi olvasók. És most ezt ne félre ne értsenek, nem azt mondom, hogy jó, hogy így alakulnak a dolgok, de ezért alakulhatott így a dolog, mert szükséges, mert be kellett ezt a lépést meg kellett hoznia mindenkinek, és említsük meg mindenképpen Bodoki nevét, aki az Átlátszóval az egyik első volt ebben, és egyébként egy kitűnő oknyomozó újságíró, kitűnő szakember, amikor én dolgoztam vele, vagy kollégáim tanultak nála, ő a munkát függetlenül pártatlanul végzi, és hát hogy jött el az Indextől, ne felejtsük el, ő volt az egyetlen, aki a 2006-os rendőrterror kapcsán megvizsgálta, hogy valóban történtek el túlkapások, és ő kezdett el az akkori Index narratívával szemben arról jönni, hogy valóban voltak túlkapások, és amikor egyszer úgy ment ki egy cikk, hogy a szerkesztő utólag átírta az ő cikkét, beleírt, akkor a Bodoki fölállt, és megalapította az Átlátszót, azt mondta, hogy ez az a pont, ahol beleírnak az ő cikkébe, ez nem fér bele. Tehát azért ez is szükséges volt ahhoz, hogy eljussunk ide, és ma már ott tartunk, hogy teljesen természetesen elindul egy újság, a média egyen, mondjuk a Szalai Újság elindul, és akkor azonnal már kéri is a pénzt az olvasóktól. 2006-nak kevés baloldali hőse volt, a Hajós András ilyen volt, a Bodoki feltétlenül ilyen volt, és nagyon-nagyon kevesen. Az igazság, hogy az egész baloldal az elégtelenre vizsgázott ott 2006-ban, és tényleg nagyon kevés kivétellel. Hát mondom ki az ilyen... Igen. Ez lett a következmény, ami ma van. Igen. De hogy félre ne is, tehát én nem a közösségi finanszírozást, vagy általában a hirdetési piac, vagy akár az, ami 2015 volt, amit pontosan tudjuk, hogy a váltó gazdaságok miatt általában állami hirdetés megérkezett az ellenzéki médiába, mert ma is így van, tehát azért pont azért a Robi szokta ugye kritizálni az ATV Népszava, vagy éppen a 168 órának a hasonló cselekményeit, mert hogy ez ma is van. De, és én nem is ezt a részét szeretném elővenni, hanem azt, hogy az úgynevezett kormánypárti médiának vajon milyen
hogy is mondjam, valósága lenne, hogyha az piaci alapon működne. A maihoz képest. És nem úgy értem, hogy mennyivel kisebbek lennének a szerkesztőségek, hanem hogy bizonyos szerkesztőségek nem lennének. Bizonyos újságírók nem újságírók lennének. Most sem azok, teszem hozzá. Szerintem egyrészt ugye a 2010 előtti világot azért nem kell idealizálni, tehát nem az ellenzékhez mentek a kormánypárti pénzek, hanem azokhoz a pártközeli újságokhoz, meg értelmiségi csoportokhoz, akikkel volt egy nagy alkú, vagy kimondva, vagy kimondatlanul a globalizáció kritikus, a rendszerkritikus tartalom, akár a marxista tartalom is nem kapott különösebben támogatást se bal, se jobboldali kormányoknál, vagy az indie médiát mondhatom, és ezzel dolgot. Tehát, hogy azért ez sohasem az ellenzék kapta, hanem az elitnek az a része, amelyik éppen akkor nem kormányzott. Másik része, hogy nyilván van a gazdaságnak egy torzító ereje, de kevés pénz van, kevéssé felkészültek az újságírók, nem várható el, hogy annyira felkészültek legyenek. Itt szerintem nem a felkészültséggel van döntően a probléma, az attitűddel van a probléma, hogy miért vagyok én újságíró, mit szeretnék. Tehát, és ilyen tekintetben szerintem sokkal súlyosabb, amit a Fidesznek, a kormánymédiának a működése, amelyik ezt a szolgaságot, ezt a megszállott törzsi gyűlöletnek a kiszolgálását referenciává teszi, és nyilván, hogy az rajta kívüli világ is elindul ebbe is, hogy ennek az ellenpontját képezze meg, és a fő probléma az, hogy értjük ezt a két dolgot, csak a Fideszre, a kormánymédiára, a kormánypropagandára, nem a még több, meg a szívünknek kedves propaganda lenne a jó válasz. Hanem az a fajta újságírói attitűd, ami még ebben a világban is megpróbál objektív lenni, megpróbál reflektálni akár a saját magának az elfogultságaira, a saját magán rossz működésére, és például kikényszerít egy olyan, mert te mondod ezt a közösség, én nem hiszek Magyarországon a közösségi finanszírozásba, ez egy nagyon-nagyon a polgárosodás elején álló ország, nagyon kicsi középosztályal, akinek van pénze, ahhoz, hogy normális sajtóviszonyok legyenek, ahol nagyon sok fajta, nem két, nem három, hanem 50 vagy 100 fajta vélemény tud artikulálódni, mert szerintem egy jól működő demokráciának, meg egy jól működő vélemény pluralizmusnak nem két vélemény, hanem 100 vélemény az induló értéke. Ahhoz az kéne, hogy például legyen egy kikényszerítve a mai ellenzéki pártokból egy terv arra, hogy mi történik akkor, hogyha kormányra kerülnek. Például azt mondom, Franciaországban van ilyen, hogy Franciaországban azt mondták, hogy miután nem olyan értékes egy csomó nyomtatott sajtó a piacnak, mint amennyire az olvasóknak, mert mondjuk például az olvasói főképpen idős emberek, hiszen a nyomtatott sajtót ők olvassák. Ezért a francia állam valamilyen módon kitalál egy támogatási rendszert, és egész egyszerűen ezeket a piaci anomáliákat azért, hogy fennmaradjon a sajtó sokszínűsége, hogy ezek az emberek megkapják azt a kulturális, politikai tartalmat, amire igényük van, ezért belenyúl és finanszírozza őket. Látunk ma ilyen szándékot? Nem. Mert valójában minden ellenzéki párt abban gondolkodik, hogy most a Fidesz megcsinálta, és amikor majd mi jövünk, mi fogunk ebbe beleülni, és ugyanilyen keménységgel fogjuk csinálni, ugyanígy ütni fogjuk őket. Minusz a megkonstruálás, mert azt már nekünk nem is kell. Igen, volt valaki, aki ezt is megcsinálta. Igen. Tehát inkább így, igen, Peti említette, hogy vagy hát igazából reflektáltál arra, hogy pénz mennyi van ebben a rendszerben. 2016-os cikkemet találtam meg, de a számok lényegileg nem változtak, hogy most mennyire éri meg újságot csinálni. Akkor a legtöbb veszteséget, 300 milliót az Origó termelte egy évben, és akkor még nem voltunk azért ennyire mélyen a gödörben. A vs.hu azóta meg is szűnt, ez a New Wave Production Kft. Egy Habony Árpádot köthető cég adta ki, az
mínusz 104% eredményességgel működött, tehát kétszer annyi ráfordítással, mint amennyi bevétele volt. A Mandiner Kft. Az mínusz 107%-kal masszívan veszteséges, a 444 pontot kiadó Magyar Jet, ugye 2015-ben 77 millió mínusz termeltek, ez olyan mínusz 38%-os eredményesség. Tehát itt azt kell mondani, hogy Magyarországon az, ami ilyen újságként, kiadóként plusz tud termelni, az index.hu ZRT. És ezen kívül mindenki más, az gazdasági értelme, tehát mint vállalkozás, az küszködik. Tehát amikor valaki ilyen újságot indít, megvásárol, ott hirdet, ott ő általában politikai döntést hoz. És egy másik példa, gonosz marketingesek világából, nekünk van olyan ügyfelünk, aki hirdet ezekben a nagy magazinokban, mi készítjük el hozzá ezeket a PR cikknek nevezetében advertorial szakmailag anyagokat, és volt olyan, hogy kaptunk egy telefonhívást, kétségbe esettem, ura még, ma azonnal kell egy plusz anyag, elfelejtettünk az Origóban is hirdetni. Ugye lement a 24.hu meg az Indexen, amit meglátott bent a ügyvezetés, és kétségbe esetten azonnal írtak az Origónak, és vásárolták ugye a felületet, mert mi történik akkor, ha azt látják, egy nagy cég csak az egyik oldalnak a magazinjában hirdet. Már ez önmagában milyen gazdaságtorzítás, ha belegondolsz. Azonnal meg kell, azt mondta, nem számít az ár, nem számít az elérés, hányan nézik, de mindenképpen jelenjünk meg ott is, nehogy valami kellemetlenség érjen. Tehát igazából itthon annyira egészségtelen az egész rendszernek a felépítés, hogy nem is várható el, hogy normálisan működjenek az újságírók. Most nem fentegetni akarom őket, és amellett, hogy az Ázsanyúnak ez a műve tökéletes, és látszik, hogy ugye újságíróként egyre jobban ugye próbálgatják a videóújságírást is, és ez működik. Azért az Indexnél én emlékszem, hogy mi először kipróbáltuk a Katit, aztán bedrogozva fetrengtek, azelőtt meg hogy lehet túlélni a karácsonyi misét, ezt minden karácsonykor kitették, az Ázsanyi munkája volt, ahol a rendkívül unalmas misét az hogy lehet túlélni, és egy ilyen nettó vallásgyalázó anyag jött létre. Szóval én azt gondolom, hogy az, hogy ezekből a keretekből kilépjünk, az újságírás hagyományos kereteiből, azért van szükség, mert nem tudunk oknyomozó anyagokat csinálni, mert nincs rá pénz, nem kapunk időt a szerkesztőtől, vagy az történik, ami annó történt mondjuk a célpont kezdeti ideiben, hogy az volt az oknyomozás, hogyha megérkezett reggel az asztalra a mappa. Ki kellett nyitni, és ott voltak benne a számok, dolgok, és akkor meg lehetett csinálni az oknyomozó műsort, mert megérkeztek hozzá az információk. Ha pedig ezt nem lehet csinálni, akkor marad az, hogy a határokat szétrúgjuk, csak ahol meg mindent szabad, ott művész és műértő egyaránt unatkozni fog. És azt hiszem, hogy ide jutott el az a újságírás, hogy most már ez a blogger stílus, a provokáció minden szinten, nyilvánvalóan ez nem egészséges, de szerintem minden szükségszerű, és következik abból, hogy a hazai újságírási rendszer egészségtelen. Lehet, hogy a francia modell nálunk is megoldás lenne, nem tudom, de az biztos, hogy a jelenlegi modell, ahol gazdaságilag értelmetlen fönntartani egy lapot, de legalábbis hihetetlenül kockázatos, inkább nyiss egy McDonald's-ot, vagy egy éttermet, ami rendkívül kockázatos ez utóbbi, de még ez is nagyobb biztonságot jelent, ott miért nyitna valaki ilyet? És miért vásárol? Egyetlen okból. Úgyhogy soha nem lesz itt, amíg ez a helyzet, független újságírás. Ezt így lehet, hogy az egyetemen újságírás tanulók ezek elképzelik ezt a dolgot, de sajnos lehetetlen jelenleg. De az igazság az, hogy akárhogy is, amit az Ázsdani csinál, az nem illeszkedik abba az elvárásrendszerbe, abba a sémába, amit látunk és tapasztalunk a 444-től. Hát az, hogy ő kioknyomozza ezt az uglói parkoltatást, és leleplező anyagot közöl a balliberális kurzus jelöltjéről, hát ezt az anyagot a pesti srácoknak kéne megjelentetnie, nem a 444-nek. Ez itt valami nem stimmel. De a Fidesz is benne van. Tehát a pesti igen, a Fidesz is benne van, de a Fideszből benne van Lófasz Jóska, akinek ma halljuk először a nevét. Orbán Viktor van benne. A legeslegvégén a filmnek éppen Orbán Viktor van benne. A Tarlós megkereste, a Tarlós mondta el, megkereste Orbán Viktor, és azt mondta, hogy szeretné, hogy véget érjen ez a parkolási maffia, legyen egy központi fővárosi cég, amelyik csinálja. És
16 ilyen kérése volt a Tarlósnak, 16. És azt mondta a Tarlós, hogy 15-re azt mondta az Orbán, hogy igen, és erre az egyre azt mondta, hogy nem. Tehát erre, tehát hogy a parkolási maffiával nem megy szemben. Mert ezen keresztül eteti a fennmaradt szoci-gazdasági holdudvart, hogy az ellenzéke továbbra is az MSZP és hát, a DK. Hát ugye ott is van a film végén, hogy a Cooper Andrást, aki egyébként a Centrum parkolási Kft-nek volt a tulajdonosa, maga Orbán Viktor viszi ki üzleti tárgyalását Kínába, hogy Kínába megvalósítsa a szuper-hipermodern parkolási megoldását Cooper Andrást. Tehát akkor az Új Péter úgy kalkulált, hogy ha ezzel Orbán Viktort összetudjuk korrupciózni, akkor hát essen akár ennek mellékesen áldozatául a Karácsony Gergely is, de mi ezt akkor kioknyomozzuk, leleplezzük, hogy valójában Orbán Viktor fenn akarja tartani a szoci-gazdasági státuszt a fővárosban, mert összejátszik az MSZP-vel. Ez akkor se illik bele a narratívájába a 444-nek, meg a balliberális oldalnak, amely folyamatosan antagonisztikus ellentétet és hatalmas nagy kultúrharcot és az egész világot mozgató nagy-nagy-nagy konfliktust akarja legyártani a balliberális ellenzék meg a nemzeti együttműködés rendszerének a viszonyából. Tehát akárhogy is, ez nem illik a sormintába. Hát megjavultak. Az történt, hogy mostantól tényalapú újságírást fognak végezni. Hát ez meg lehet engedni. De az a helyzet, hogy a 444 azért külön, mint az Origó, meg külön, mint a kormánymédia. Tehát hagynak olyan újságírókat dolgozni, mint az Ács, tehát azért még van néhány, akár a 444-nél is, akit el lehet pozitív példakon mondani, nem kizárólag az Ács, mint hogy nem is egyedül csinált, azt hiszem ezt a zanyagot. Hát egyébként azt hiszem, Új Péter is pozitív példa. Tehát azért ez elvitathatatlan szakmai életútja van, tehát azért az index.hu-tól, amíg ő eljutott a 444-ig, addig azért is sok mindent bebizonyított, meg létrehozott, és azért ott volt a két legmeghatározóbb, mondhatjuk ezt, hogy talán a két legmeghatározóbb online médiatermék születésénél, megerősödésénél, digitális médiatermékről beszélünk, ő nem sok ilyen ember van, tehát félreértés ne essék. Itt a kérdés az, hogy ezek, vagy én úgy értelmeztem, hogy ez egy kérdésünk, hogy ezek hagyományos értelemben véve újságok-e újságírókkal. És ezen aztán olyan szakmai diskurzus lehetne, most nem fogunk tudni... Érdekes ez az Új Péter, meg a 444, meg az Index viszonya. Mindenki tudta, hogy az Új Péter az a valójában az Index.hu tartalmi vezetője. Az Index.hu az fog megjelenni kb. Amit az Új Péter gondol a világról, mert ő veszi fel az embereket, akik írnak. Meg ő rúgja ki őket. Tehát igazából az Új Péternek az Index.hu-ra kellett volna írnia. De az Index.hu-ra nem írt. Ő a Népszabadságba írt. Mindig. Ha Új Péter véleményét akartad elolvasni, akkor azt nem az Indexen találtad, hanem a Népszabadságban. Amióta nincs Népszabadság, azóta már ő a 444-re ír. Már hajlandó a saját szerkesztőségébe írni. Most ez egy rendkívül érdekes helyzet, amikor valakinek van egy szerkesztőség, amelyik az ő véleményét írja le ezerszer, de ő, amikor 1001-szer személyesen leírja a véleményét, nem odaírja, hanem a Népszabadságba. Ebből két dolog is következik. Egyrészt Új Péter egy hidat ácsolt a MSZMP központi bizottságának lapja az újjá formált szabad nép hasábjain, majd eközben az online térben ő hajtja végre a térfoglalást, és tulajdonképpen ő a Kolumbusza az online újságírásnak, aki egy új világot alkot. Sokat beszéltünk az ingáról, bocs, hogy közbeszólok, csak ez ide tartozik, hogy amikor elrúgják a pöttyöst, amikor az visszapattan a falról, akkor kétszer olyan durván a másik oldalon kileng. Hát amit azért az Index megtett újságírás, független újságírás címszóval, ugye az elrúgta a pöttyöst. Tehát ez a bosszú politizálás, ami 2006 után meg az MSZP, meg ezek az emberekkel szemben felhatalmazásként megjelent a jelenlegi kormánypárt munkájában, az megjelent a médiában is. Tehát most lehet persze ezen nevetni, hogy,
hogy nincsen fideszes média túlsúly, nyilatkozzák a fideszes képviselők, de a helyzet az, hogy tényleg, tényleg egy nagyon erős, balliberális kurzus volt a digitális, és egyébként a print magazinok területén is, amire most egy nagyon agresszív válasz érkezik. De hatásra. De valójában teljesen hatástalan, mert nincs olvasottság. Csak a rugó össze volt nyomva, és most kipattan. Az, hogy nincs olvasottsága, persze, mert nem értenek hozzá. Hát akik csinálják az újságok egy részét, nem mindent, nyilvánvalóan azok, hát nincs egy újságíró, hogy föl tudják tölteni ezeket a felületeiket, már átszervezik, most április 1-től már HOTV sincs, érted? Tehát itt majd konszolidálják, de erővel, ahogy ők szokták, pénzzel is erővel, berúgták az ajtót, bejöttek, kirakták a pöcsüket, kinek hosszabb, és nekik. Most érted, tehát persze föl lehet háborodni, de itt ez történt, hogy megmutatta az Orbán Viktor, és neki nagyon. Nem lett volna törvényszerű az, hogy az online újságírás Magyarországon ennyire elfogult, ennyire pártos. Az Új Péter volt az, aki ezt azzá tette. Az Új Péter, aki megácsolta ezt a hidat az MSZMBKB központi lapjától, a Népszabadságtól az index.hu-ig. Ő vitte át ezt a szellemet. És az, hogy ő a Népszabadságba ír, mint újságíró, de van egy saját szerkesztőség az online térben. Nekem ez arra emlékeztet, engem az arra emlékeztet, amikor az első Orbán Viktor kormány idején Orbán Viktor volt egy szavazás arról, hogy akarja-e a női kvótát a magyar törvényhozás. És természetesen a Fidesz frakció az mind nemmel szavazott, tehát el lett utasítva, de az Orbán Viktor igennel szavazott. Ő egyedül igennel. Ő meg fogja tudni bármikor hivatkozni, hogy ő megszavazta a kvótát. Tehát arról van szó, hogy ő szavaz valahogy, de nem akarja, hogy az a szavazat nyerjen. Mert hát nyilvánvaló, hogy már akkor is a Fidesz frakcióban úgy szavaztak, ahogy Orbán Viktor azt megmondta. Tehát ha Orbán Viktor nyerni akart volna a női kvótával, akkor Orbán Viktor győzelemre vihette volna a női kvótát, de ő azt akarta, hogy veszítsen, de ő rá akart szavazni. És szóval az igazság az, hogy két kreditet is akart egy olyan kérdésben, ami valójában egy eldöntendő kérdés. Ugyanez a helyzet az Új Péterrel, meg a Népszabadsággal, meg az Indexel. Menő a párt KB lapjába írni? Nem. Na de menő a online tér vezető stílusdiktátor orgánumába az index.hu-ra írni, ami az első számú hírforrás Magyarországon? Hát, vagy annak a főszerkesztőjének lenni? Az az igazság, hogy szupermenő. És az igazság az, hogy nem csak arról szólt ez, hogy az Új Péter az Indexet balliberális orgánummá tette, hanem arról is szólt, hogy a Népszabadságot menővé. Tehát itt nem csak az volt a művelet, hogy legyen balliberális az Index, legyen menő a Népszabadság. És ez egy kettős küldetés volt. És nekem ez az egész új Péteri művelet, ez szóval, hogy őszintén ő nekem valahol az az újságírásban, ami a Kuncze Gábor a politikában. Tehát valami olyasmit hajtott végre. Még a Bob Robertsre visszatérve még egyetlen dolog, amit ti is érintettetek, és gondolom mindjárt ezzel ki is fúj a téma, hogy a politikus szerep, ugye, hogy a kétfajta politikus. Egyik aki az egész életét a politikába töltötte, hosszú évtizedeken keresztül, ő a profi politikus, ismerjük jól a Kádár rendszerből, meg most ebből a rendszerből is, a pártitkár vagy a fideszes polgármester, aki ott van 20 éves távlatban egy adott pozícióban, és a másik figura, aki kihívja ezt, aki kívülről érkezik, és innovációt visz be, új gondolatot, új eszközöket, és
ugye ez a film azért elég erősen lándzsát tör a régi elit mellett, hiszen hát ez a régi elit, mint látjuk ebben a filmben, hát ő nagyon jó, hát ő pontosan látja a szenátus rossz működését, ő egy nagyon-nagyon jó gondolkodású ember, kellene neki adni még 30 évet, és akkor már talán elvárhatjuk tőle, hogy büszkén és elégedetten nyilatkozzon a munkájáról. És szerintem alapvetően ez a régi világnak, ez a 20. századnak egy ilyen nagyon-nagyon rossz hazugsága, amikor a politikát, meg a politikusból szakmát csinált. Tehát igazából ekkor tépte ki a politikát a társadalomból a világszellem, mert én nem vagyok az összeesküvés elméletek különösebben nagy híve. Ugye megtörtént az, hogy eljött egy pillanat, hogy így neked már az a viszonyod a politikával, a közügyeivel, hogy vannak a profik, akik csinálják, és hát neked van annyi beleszólásod, ha van, hogyha éppen nem egy diktatúrába élsz, hogy valamelyik profit meggyőzzed. Miközben a politikának, alapvetően a politikai döntéseknek azoknak nem a profiktól kell származni, mert ehhez nem lehet érteni, mert a politikában van erkölcs, van közgazdaságtan, van pedagógia, van marketing, van ezer dolog, ezekhez nem lehet érteni, hanem maximum nagy felkészültséggel, nagy alázattal, sok embernek a véleményét kikérve, meghallgatva lehet jó döntéseket hozni. És azért, amikor megtörténik az, hogy már nem a polgárok viszik az ügyeket, nem a hétköznapi ember, nem az iparos, mit tudom én, a pedagógus, a gimnáziumi tanár, hanem egy profi politikai elit, akkor ez miben is más, mint az arisztokrácia? Miben is más, mint az a struktúra, amit meg akartunk haladni, mert azt mondtuk, hogy nem működik jól, mert kontraszelektált, mert nem enged be friss gondolatokat, mert elszakad a társadalmi valóságtól. És szerintem ilyen értelemben meg a Bob Roberts progresszív gondolatnak látom ezt mindenféleképpen, hogy igenis, tehát vessünk véget annak a hamis mítosznak, hogy ez egy szakma lenne, hogy te politikus vagy. Van, mit tudom én, államtitkár vagy államtitkár alatti pozíció, az már tényleg szakma. Tehát, hogy oda meg ne küldjünk párkádereket. Ugye a mai világ az, hogy a politikus szakma, és aki meg hát ebbe a szakmába nem annyira sikeres, az lesz párkáder a minisztériumban vagy az önkormányzatban, és látjuk körülbelül, hogy működik a magyar állam, milyen hatékonysággal, meg milyen eredményességgel. És hát nyilván szerintem ez a következő évtizedeknek a nagy kérdése, hogy mi lesz, mert ha Trump nyomul be a profi politikusok helyére, az nyilván nem egy jó válasz. Hogyha valami fajta civilség, csak erre nem tudok igazán jó példát mondani, bár például most az új-zélandi miniszterelnöknő például tényleg példásan kezelte a terrortámadást, tehát olyan válaszokat adott, amit még nem láttunk, hogy nem háborút hirdetett, hanem azt mondta, hogy nem mondjuk ki ennek az embernek a nevét. Tehát nem hagyjuk, hogy megigazuljon a bűncselekményébe, stb. Tehát, hogy minthogyha ez valahonnét máshonnét táplálkozna, mint a hagyományos politikai elitek. Biztos, hogy van ilyen törekvés, azért a magyar politikában is látjuk, akár az LMP ilyen volt az elején, tehát, hogy időről időre, a Jobbik is a maga primitivitásában egyébként ilyen volt az elején, hogy kívülről jövő emberek, akiknek hétköznapi élményeik vannak a politika meg a társadalom rossz működéséről, mert most őszintén egy Rogán Antal, az mit tud a magyar társadalomról? Ő vajon mikor szembesült hétköznapi problémákkal, mondjuk egyáltalán buszon utazni mondjuk Budapesten. Szinte soha. 25 éve. Vagy 25, vannak 25 éves élményei. Tehát miközben a politikát jó lenne talán, hogyha olyanok intéznék, meg irányítanák, akiknek van normális szakmájuk, tehát nincsenek kiszolgáltatva, mert a legnagyobb csapda azzal, hogy profivá vált a politikus, most már nagyon hosszú speech lesz, és már szerintem nincs is sok értelme, se fülök, se farka, de ezt még elmondom, hogy azzal, hogy profi lett a politikus, azzal, hogy ez egy szakma lett,
ezek az emberek, akik beléptek a politikába, valójában elvesztették a szakmájukat, mert kiestek 4-8-12 évre, és az a helyzet, hogy mit tudom én, mondjuk Orbán, vagy Áder János, az lehet, hogy még valaha egy jó ügyvéd lehetett volna, ma már esélye sincsen, mert semmit nem tud az ügyvéd szakmáról, semmit nem tud arról, hogy ez hogy működik, és egy olyan ember, aki ilyen módon egzisztenciálisan ki van szolgáltatva egy választott tisztségnek, az az ember már nem tud objektíven, függetlenül jól dönteni, hanem minden döntésének az alfa és az omegája az lesz, hogy hatalomba marad, tehát hatalomtechnokrata lesz. Nagyon hosszú volt, sajnálom. Egyébként egy dolog jutott eszembe, nem egészen ide tartozó módon arról, hogy utazik el BKV-n a politikus. Horthy idejében ő kapott egy szolgálati autót, mert nyilván meg kell valamivel jelenni, ha jön a Hitler, de az összes többi politikus az kapott egy korlátlan éves jegyet a vasútra. Lehetett közlekedni. Na most ezt ma szeretném megnézni, hogy milyen lenne ez a jelenet, hogy csak vasúton közlekedhetnének a vonatjáink, és ott találkozhatnának velünk, meg mi is velük is, és lehetne beszélni. Utolsó gondolat a Roberts filmhez. Az a Rotten Tomatoes-on 97%-on áll. Ez most tényleg a filmek szól, vajon ér ennyit ez a film? Mert én kétségbe vonnám, de lehet, hogy ez ennyire jó film. Én imádom ezt a filmet, én szuper elfogult vagyok ezzel a filmmel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ezeknek a listáknak a közönsége úgy a Rotten Tomatoes-é, úgy akár a IMDb szavazási alapvetően demokrata irányultságú, alapvetően elfogult baloldali. Nyilván ez is bejátszik, de kiváló film.